Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Szeretnénk folytatni a hidegháborúról szóló tanulmányok második részével ezt az órát. A hidegháború ugye az a majdnem háború, ami a második világháború után jellemezte a kettéosztott vagy kétpólusú világot. Beszéltünk arról, hogy ennek a hidegháborúnak, majdnem háborúnak voltak forró pontjai, és ezeknek a taglalásával, bemutatásával szeretnénk folytatni. A berlini válság után, ugye, ami két részletben zajlódott, egyrészt a 1948-as berlini blokád, majd a berlini fal felépítésével, más területek is becsatlakoznak, mint hogy olyan forró pontokként jelentkeznek, amikor ez a szembenállás már majdnem valódi háborúvá válik. Természetesen voltak valódi háborúk, azonban a Szovjetunió és az Egyesült Államok ezekben bújtatva jelenik meg. Tulajdonképpen ez a karikatúra azért is kedvencem, és szeretném akár többször is megmutatni, hogy Kennedy elnök és Ruscsov izzadva szkanderoznak egy-egy hidrogénbombán ülve, mert az egész korszakban megmutatkozik ez a szembenállás, ez az egymásnak feszülés, de ugye nem használhatják fel ezeket a bombákat, csupán, idézőjelbe téve ezt a szót, arra képesek, hogy az adott konfliktusban, helyi háborúkban az ellenkező feleket felfegyverezzék, és az ő törekvéseiket támogassák. Az első példa Berlinen kívül egy kicsit azt megelőzően a koreai háború volt. Korea ma is megosztott félsziget, az északi részén ugye a világ egyik legszörnyűbb diktatúrája, egy kommunista, szörnyeteg állam található, a déli része viszont egy fejlett ipari állam. Hogy történt ennek a félszigetnek a kettéosztása? Nem máshogy, hogy, mint ami a tipikus példája a hidegháborúnak, az északi rész kialakuló kommunista mozgalmak, amiket a szomszédos Kína és Szovjetunió táplált, megindul a délre való terjeszkedés, ahol nagy részt nyugati országoknak a befolyása érvényesült, és egy egész másfajta életmódot, kultúrát szerettek volna élni. Érdekes módon ugyanez a képlet majd egy évtizeddel később Vietnámban is megvalósul, a vietnámi háborúnak is hasonló okai lesznek, tehát egy északról irányuló kommunista terjeszkedés délfelé. A koreai háború 1950 és 53 között egy ilyen forró pont volt a hidegháború idején. Tulajdonképpen az Egyesült Államok ENSZ fölhatalmazással próbált gátat szabni a kommunista terjeszkedésnek. Rendkívül sok embernek a halálához vezetett az összeütközés, és tulajdonképpen azzal az eredménnyel, ami a Németország kettéosztásához hasonlított, látjuk is ezt az összevetést ezen a képen, azzal a különbséggel, hogy az északi és a déli rész vált ketté. Egy berlini falhoz hasonló drótakadály van itt a mai napon is, amin látunk akár járőröző katonákat is. A fegyverszünet nem jelent békét. A mai napig ezen a területen csupán fegyverszünet van, észak és délkorra között a 38. szélességi fokon, és nincs valóságos békekötés. Tehát észak és délkorra egészen eltérő életmódja, politikája, egy ékes bizonyítéka a hidegháborús szembenállásnak. A következő pontra mielőtt mennénk, egy érdekes történetet kell megemlítenünk, ami részben a filmiparból is ismerős. Egy repülőgépet láthattok, a híres U-2 vagy U-2 felderítőgépet, ami jóval 20 km fölött, tehát egy akkoriban elképzelhetetlen magassággal tudott szállni, és egy amerikai felderítő gép volt. Ezeket a gépeket az Egyesült Államok azért vetette be, mert hírt kaptak arról, hogy korábban nem látott korszerűségű vadászbombázókat fejlesztenek a Szovjetunióba, és ezeknek a támaszpontjait szerették volna megfigyelni. Később kiderül ez már a történelem egyik furcsa fintora, hogy ezek a vadászgépek nem is voltak olyan sokan, egy katonai díszszemlének a félreértéséről történt szó. Mindenesetre az U-2-esek elkezdtek járőrözni a Szovjetunió fölött igen nagy magasságban, abban bízva, hogy nem sikerül őket lelőni, a radar számára is nehezen észrevethetőek lesznek.
egyik cél sem teljesült, ugyanis 1961-ben ebben a nagy magasságban is lelövik ezt a gépet, aminek a történetét a Kémek hídja című filmben talán sokan látták már. Elfogják a pilótát is, aki életben marad, és súlyos börtönbüntetésre ítélik, majd sor kerül Kelet- és Nyugat-Berlin határánál, a híres Kémek hídjánál, erről szóló Spielberg filmnek is ez a címe, arra a fogolycserére, amivel ezt a lelőtt pilótát végül visszaadják az Egyesült Államoknak. Mindezt ezért mondtam, hogy ez ugye bevezetése lesz egy ennél sokkal súlyosabb konfliktusnak, az 1962-es kubai rakétaválságnak. Itt a Szovjetunió és az Egyesült Államok szembenállása csak nem elvezetett a világháborúhoz, ez tekinthető talán a legforróbb pontjának az egész hidegháborúnak. Miről is van szó? Kuba 120 kilométerre az Egyesült Államok déli partjaitól egy egész önálló útra lépett. Korábban az amerikaiaknak egyfajta ilyen üdülő szigete volt, nagyon sok kaszinó, szórakozóhely és egyéb olyan terület volt, ami tulajdonképpen kényelmes életmódot tett lehetővé az amerikaiaknak, nem a gyarmatuk volt, hanem egyfajta lazább függésben kapcsolódott Kuba szigete. És volt saját vezetés, de kiszolgálta az amerikaiakat. Mindezt megelégelték a fiatalok, akik radikálisak voltak, és egy részüket Fidel Castro, egy elszánt kommunista forradalmár olyan módon föllázította, ami egy új utat javasolt a kubaiaknak, ez pedig a kommunizmusnak az útját. Fidel Castro forradalma megtörte az addigi kiszolgáltatottságot, vagy más szempontból inkább békés, haszonelvű együttműködést az Egyesült Államokkal, és a kommunista forradalom ugye nyilván azt teszi lehetővé, hogy a Szovjetunió beavatkozzék ebbe az egész folyamatba, mint védnök, mint nagy testvér, aki megsegíti az elvi szövetségeseit. Közben a korabeli sajtó is élénken figyelte ezt a forradalmi sorozatot, Fidel Castro, vagy akár a szakállasok, így hívták, hogy szakállasok forradalma, hogy milyen véget fog érni, közvetlenül az USA-tól nem messze, egy viszonylag érzékeny ponton. Többször is megpróbálják meggyilkolni Fidel Castrot a legkülönbözőbb CIA módszerekkel, de ez nem sikerül. Még egy kudarcot vallott partraszállási kísérlet is történik a Disznóöbölben. Minden esetre az új rendszer sokak számára rokonszenves, egyfajta Dávid Góliát küzdelmet látnak benne. Nem szabad azonban elfeledkeznünk róla, hogy ez diktatúra volt ez a rendszer. Számos menekülő a közeli Miami-ban elsősorban és Florida más amerikai városaiban próbált menedékjogot keresni, hiszen a diktatúrák természetéből fakad, hogy a szabadságjogokat megszüntetik, és az embereket minden módon korlátozzák. Ez igaz a kommunista diktatúrákra is. Tehát láthatjuk, a menekülők hulláma megindul Kubából, a mai napon is a színes kép azt mutatja, a mi korszakunkban is folytatódik még ennek az azóta már lazuló diktatúrából elmenekülő embereknek a tömegei igyekeznek elsősorban az Egyesült Államokban menedékjogot kérni. Kialakul egy éles konfliktus az Egyesült Államok és Kuba között. Itt láthatjuk csak egy érdekességként, hogy a Castro előtti és a mai Kubának az összevetését, hogy egy valóságos ilyen hollywoodi szórakoztató paradicsom volt a Castro előtti Kuba, nyilván a szerencsejátékkal és más nem kívánatos dolgokkal is erőteljesen megterhelve, de a Castro utáni Kuba pedig hát a kommunizmusnak a sivárságát, az egypártrendszer és a nélkülözésnek a világát hozta el. A forradalmi eszmények viszont megmaradtak a mai napig ideológiaként. Erre szép példát szeretnék mutatni, ez Che Guevara-nak a kultusza. Che Guevara egy nem kubai, dél-amerikai származású orvos volt, egy fiatal forradalmár, aki bekapcsolódott több forradalmi mozgalomba, és Fidel Castro-nak is elfbaráta lett, és részt vett a kubai forradalmi mozgalomban, majd más területeken is harcolt.
Mai napig az ő népszerűsége olyan nyugati fiataloknál elsősorban megtalálható, akik soha nem éltek kommunista közegben, sem ők, sem a szüleik, és nem tudják, hogy mit jelentett ez az elnyomás. Népszerű divak ikon vált belőle, látható pólókon is megtalálható. Szerintem mi ne őt kövessük példaképként. Minden esetre a kubai rakétaválságra visszatérve a konfliktust az fogja okozni, hogy az U-2-esek, akik továbbra is ugye járőröző, felderítő repülőseket végeztek más területeken is, nem csak a Szovjetunióban, arra lesznek figyelmesek, hogy a kubaiak rakétakilövő állásokat készítenek elő. Ezzel egyidejűleg megjelennek olyan hajók, amelyek feltételezhetően szovjet felségjelű hajók, atomrakétákat hoznak Kuba területére, ez a szándékuk. És ugye ez példátlan rémületet vált ki az Egyesült Államokból. Láthatjuk, Kennedy elnök egy televíziós beszédben figyelmezteti az amerikaiakat, hogy nagyon közel került a világ az atomháborúhoz, hiszen az Egyesült Államok közvetlen közelében nem hagyhatja, hogy atomrakétával felszerelt ellenséges államok létezzenek. Ezért kialakul egy blokkád helyzet, az amerikai hajók és járőröző repülőgépek, helikopterek elszigetelik Kubát pár napra az egész világ elől, de elsősorban a szovjet hajók elől, megtiltják azt, hogy ezeket a rakéta szállítványokat elvigyék és felszereljék Kubában. 13 feszültségteljes nap telik el, majd tulajdonképpen azt láthatjuk, ez alatt jelentős propaganda háború is dúlt mindkét részről, ennek néhány példáját szeretném bemutatni. Gyakorlatilag ez a feszültség enyhül, de nagyon közel került a világ, az egész hidegháború folyamatán legközelebb a valódi háborúnak a kirobbanásához. A következő lépés a hidegháború jellemzésében szeretnénk beszélni egyfajta újdonságról, ami a lecsengő kubai rakétaválság után egyfajta más politikát tett lehetővé a két szuperhatalom között. Ez a forró drót kiépítése. A forró drót mai napig is a köznyelvben azt jelenti, hogy egy közvetlen kapcsolat épül két fél között. Ez a közvetlen kapcsolat telefonvonalak mintájára, illetve segítségével valósul meg, Moszkva és Washington, az Egyesült Államok és a Szovjetunió között. Egy közvetlen összeköttetés épül, ami minden esetre arra jó, és ezt mindkét fél, valamint a világ közvéleménye örömmel nyugtázta, hogy az ehhez hasonló feszültségpontokat, amikor az atomháború közvetlen közelből már szinte fenyegetően megjelenik, megpróbálják gyors és határozott tárgyalásokkal megakadályozni. Tehát egy kommunikációs forma, ami egyszerű volt, de hatékony. Valószínűleg többször is sor került az elkövetkezendő évekbe, ezeknek egy részéről nem tudunk, a forró dróton történő eszmecserékre. Kubában minden esetre a kommunizmus megmaradt, még a mai napig is, már enyhítettebb formában, és érdekes módon az amerikaiak annyit el tudtak írni, hogy Kubának a dél-keleti részén egy kis támaszpontot, a Guantanamo-t fönntartsák, ami egy teljesen hermetikusan elzárt katonai támaszpont, és mai napig is az amerikaiaknak a birtokában van, erős őrséggel végzik, és őrzik, és legutóbb úgy került a közvélemény elé, hogy a terrorizmus ellen folytatott háborúban elfogott foglyokat ezen a helyen őrizték, és vallatták is ki. Mi történik ezen közben a világ másik részén, majd beszélünk róla hamarosan, a Szovjetunió is megváltozik. A szovjetuniókbeli változások lassabbak ekkor még, és azt láthatjuk, hogy Nikita Kruscsov, akit láttunk ezen a karikatúrán, már megbukik, és egy olyan vezető fogja átvenni a hatalmat, akinek a korszakára szakkifejezés a pangás. A pangás Brezsnyevnek a korszakára jellemző, aki sokkal lassabb, óvatosabb taktikát mutatott a szocializmus átalakításában. Ezek az átalakítások nem voltak túl radikálisak, de minden esetre a sztálinizmus irányából elmozdították a Szovjetuniót. Ezt megelőzőleg azonban maradjunk egy kicsit még a nyugati féltekén, jobban mondva az Egyesült Államoknak a politikájában. A már említett vietnámi háborúról szeretnék néhány szót szólni.
A vietnámi háború több tekintetben hasonlóságot mutat a már említett koreai háborúhoz. Az észak-vietnámi erőket szintén Kína és a Szovjetunió fogja fölfegyverezni, a dél-vietnámi erőket pedig az Egyesült Államok megpróbálja olyan módon megerősíteni, és katonáival is, hogy ellene tudjanak állni az északról jövő kommunista törekvéseknek. Láthattunk, ez a háború a mai napig is egy fájó seb az Egyesült Államok kultúrájában és történetében, amit nem igazán sikerült begyógyítani. Több mint 58 ezer katonát veszített ott az Egyesült Államok népe. Egy jelentős részük nem önként ment ide, hiszen a hadsereg akkor még nem teljes mértékben hivatásos önkéntesekből állt, hanem sorozott katonák is voltak. Ezeknek az emlékét számos híres filmalkotás örökíti meg. A képen látható a Szakasz című filmből egy részlet. A rendező személyesen is részt vett ebben a háborúban, mint önkéntes ugyan, de mélységesen csalódott a háborúnak az értelmében. A háború, a vietnámi háború az Amerika belpolitikájában is jelentős változásokhoz vezet. Nagyon sok fiatal úgy látta, hogy jelképe akár a szüleikkel szembeni szembeszállás jogosságának, és kialakul egy olyan fajta békemozgalom, amit hippi korszaknak is neveznek, ami a szülőknek az értékvilágának a teljes elutasítására épül. Igazából a leghíresebb jelszavak a béke, a szerelem, szeretetnek a propagálása a háború ellen, viszont valójában az egész korabeli és akkor még működő keresztény kultúrát és család szemléletet és erkölcsöket is feje tetejére fordította ez a mozgalom, és ennek a következményeit a mai napig is látjuk Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban. Mindenesetre szájkok, tüntetések törnek ki a háború ellen, nagyon sokan elégetik a behívójukat, megsemmisítik azokat a dokumentumokat, amik a katonasághoz kapcsolódtak, és minden módon ellenállnak a vietnámi háborúnak. Tegyük hozzá, hogy természetesen nehéz is igazolni ezt a háborút az Egyesült Államok átlag lakossága előtt, hiszen több mint 10 000 kilométerre a határoktól messze nehezen lehetett a honvédelemről beszélni. A kommunizmus ellen viszont valóban egy harc folyt, ennek a jogosságát nem kérdőjelezték meg, csupán azt, hogy ehhez mi köze van Amerikának. Láthatunk egy emlékművet, ahol egy idős veterán talán az egykori bajtársai nevét olvassa, itt hosszasan található felsorolva annak a, mint mondtam, majdnem 60 ezer embernek a neve, akik életüket veszítik a vietnámi háborúban. Természetesen ennél sokkal több vietnámi áldozat, csak nem 2 millió vietnámi áldozat mondható ennek a háborúnak az egyik következményének, és az látható, hogy a végeredmény pedig az lett, hogy Vietnám nem jutott Észak- és Dél-Korea sorsára, az egész félsziget kommunista uralom alatt államot alkot, és hosszú ideig, még a mai napig is valamennyire kommunista utat jár. Ahogy említettem, a Szovjetunióban is megkezdődnek a változások, illetve a világpolitikában sajátos helyet foglalnak el. A kubai rakétaválság után ugye az említett Leonid Brezhnev és a pangás időszaka nem annyira aktív külpolitikát mutat egy jó ideig, mint Hruscsov idejében akár a kubai rakétaválság, akár az 56-os magyar forradalom leverése. Viszont megjelennek azok a hajók, egész flották, mind az Egyesült Államok, mind a Szovjetunió flottái, amik járőröznek a világtengereken, és technikai eszközökkel, radarral és más felszereléssel, illetve a magukon hordozott csapatokkal és repülőgépekkel is azért ellenőrzést gyakorolnak a nemzetközi folyamatokon, és ha kell, be is avatkoznak. Az első ilyen fönnakadást a Szovjetunió hatalmában érdekes módon egy gazdasági jellegű csapás,
az úgynevezett olajárrobbanás jelentette, ami 73-ban és 79-ben kétszer is megismétlődve hihetetlen mértékig megnövelte az üzemanyagok árát. Miért jelentett ez egy nagy hatalomnak nagyon érzékeny veszteséget, és nem csak neki, hanem az egész szocialista tömnek, a Szovjetunió csatlós államainak? Azért, mert erre kétfajta választ lehet adni erre az olajárrobbanásra, leegyszerűsítve természetesen. Az egyik az, hogy egyre drágábban tudjuk üzemeltetni a gépeinket, eszközeinket, a másik pedig, hogy megpróbálunk korszerűsíteni, megpróbálunk olyan motorokat és olyan technikai eszközöket előállítani, amik ugye nem olyan nagy fogyasztásúak, viszont fejlettebbek, korszerűbbek. Nyilvánvalóan ez utóbbi fogja azokat az államokat megerősíteni, akik erre képesek. A Szovjetunió és csatlós államai nem voltak erre képesek, így egyre inkább megkezdődik egy erővesztés. Nem csak ez vezet majd el a kommunista államoknak az összeomlásához, de ez a fajta anyagi veszteség mindenképpen hozzájárult. Az olajár robbanás után, vagy azzal attól függetlenül részben, azért maga Brezsnyev korszakában is sor kerül egy erőteljes katonai beavatkozásra, amit méltán neveznek az a nemzedék, aki ebben részt vett, és az utódaik is, a mi Vietnámunknak. Ezt nem büszkeségként mondják, inkább szomorúan ez volt az afganisztáni beavatkozás. Afganisztán, ami mai napig sok problémát okoz, ugye a terrorizmus ellen küzdő nyugati nagyhatalmaknak is úgy tűnik, hogy elég nehéz azon a térségben békét, tartós békét teremteni. Már a szovjetek is, amikor beavatkoztak a helyi kommunista erőknek az oldalán, ez nem vált a dicsőségükre. Nagy emberveszteséget eredményezett, valamint olyan felesleges kiadásokat és olyan zűrzavart, amiből hasonlóképpen sérülten tudott csak kikerülni a Szovjetunió, mint az Egyesült Államok a vietnámi háborúból. Nagyon fontos fogalmat szeretnék bevezetni, ez az aszimmetrikus háború fogalma, amit megismernek a szovjetek is, és megismertek az amerikaiak már Vietnámban. Az aszimmetrikus háború azt jelenti, hogy a helyszínre megérkező, akár legfejlettebb haditechnikával rendelkező nagyhatalom katonái váratlan helyzetbe kerülnek, nem olyan helyzetbe, amire kiképezték őket. Ugye itt a dzsungelharcokról van szó, vagy Afganisztánban a kopár hegyek és barlangrendszerek közé rejtőzött ellenségről, és ilyen módon hiába lesz az a haderő, az a katonai erő fejlettebb és nagyobb technikájú, hosszú távon nem tud győzni, mert az ellenség, aki azt a területet védi, jobban ismeri a helyi viszonyokat, nagyobb a rejtőzködő képessége, és a helyi lakosság is őt támogatja. Minden esetre az afganisztáni háború egy érdekes sporttörténeti következménnyel is jár. Az ezt követő két olimpiát, az 1980-as moszkvai olimpiát, majd a rákövetkező 84-es Los Angeles-i olimpiát kölcsönösen bojkottálják. Az elsőt, a 80-as moszkvait a nyugati államok, az Egyesült Államok vezetésével azt mondják, hogy az afganisztáni beavatkozás miatt nem hajlandóak elküldeni Moszkvába a sportolóikat, tehát ez egy csonka olimpia lesz. Majd 84-ben pedig a Szovjetunió és a szocialista államok nem küldik el a sportolóikat. Ezzel az olimpiai eszme alapvető értelmét kérdőjelezik meg, ami ugye tulajdonképpen a kölcsönös bizalom és nemes versengés és a háborúnak a felfüggesztése, elutasítása. Ezek az események természetesen azt mutatják, hogy a politika minden területen túlterjeszkedett a hidegháborúban, a hétköznapi életet, kultúrát is befolyásolta. Láthatunk itt egy ismert arcot, ez Osama bin Laden, és úgy jön a témánkhoz, hogy a Szovjetunió afganisztáni háborúja idején az Egyesült Államok az ellenfelet is fölfegyverezte, ahogy ez történt Vietnámban és Korrában is. A legkorszerűbb fegyvereket juttatták el azoknak a tálib felkelőknek, akik ebben az afganisztáni 70-es években járunk, 79 és 80-as évek elején, képviselték a kommunista ellenes erőket. Későbbiekben majd rá kell jönniük az amerikaiaknak,
ahogy látjuk is, hogy ez a lépés gyakorlatilag egy terrorista vezérnek a megerősítéséhez fog vezetni, és a 2000-es évek elején már Amerika első számú közellensége lesz Osama Bin Laden. Visszatérve a korszakunkba, egy nagyon fontos elnöknek a színre lépéséről kell beszélnünk, ez már a hidegháborúnak a végső szakasza lesz. Ronald Reagan egy olyan elnöke volt az Egyesült Államoknak, szobra is van budapesti Szabadságtéren, aki nagyon sajátos, érdekes atmoszférával rendelkezett. Színész volt, egy hollywoodi színész, láthatjuk is a West End szerepében, és úgy lett elnök, hogy hát a hozzáértése, szaktudása a világpolitikához nem volt túlságosan nagy, viszont az elszántsága ezt megfelelően pótolta. A Szovjetuniót mindenképpen térdre szerette volna kényszeríteni, ám nem háborús módon. Milyen taktikát választott ehhez? Kidolgozta az úgynevezett csillagháborús tervet. A csillagháborús terv, ugye aztán a Star Wars-ból vett elemek helyett egy fenyegetést jelentett tulajdonképpen. Ez a fenyegetés nem más volt, aminek tulajdonképpen nem is nagyon készült el fizikai tárgyi valósága, mindesetre terv szintjén kiszivárgott. Lézerfegyvereket kell telepíteni az űrbe, és ezek a lézerfegyverek aztán meg fogják akadályozni azt az ellenkező országból, a Szovjetunióból irányuló támadást, amit ugye rakétákkal könnyedén át tudtak volna irányítani az Egyesült Államokba. Hiszen ez volt az atomfenyegetés lényege, hogy kölcsönösen egymásra irányított interkontinentális ballisztikus rakétákkal rendelkezett a két szuperhatalom. A csillagháborús terv viszont ezt a rendszert megakadályozta, illetve képtelenné tette a szovjet válaszcsapást. Természetesen ez egy fenyegetés volt a Szovjetunió térdre kényszerítésének eszköze. Ronald Reagan maga nem szeretett volna atomháborút kirobbantani. Ekkor már megjelenik a Szovjetuniónak a meggyengülése. A 70-es évek végén járunk, majd a 80-as években egy olyan politikus jelenik meg, aki két kulcsszó hangsúlyozásával és a mögötte lévő tartalommal aztán végképpen átformálja a Szovjetuniót, ez már a hanyatlásnak a korszaka. Mindenesetre ő egy fiatal reformpolitikus, Mihail Gorbacsovnak hívják, és a két kulcsszó pedig a glasnost és a perestroika, a gyorsítás és az átalakítás. Tulajdonképpen Gorbacsov válságkezelő volt. Megpróbálta a hanyatlást olyan módon fékezni, hogy talán nagyobb szabadságot adnak az embereknek, talán csökkentik a cenzúrát, a gazdaságban több észszerű elemet engednek meg, és így az eredeti eszmét, a szocializmus, kommunizmus eszméjét az emberek mégiscsak megkedvelik, vagy beleegyeznek a fennmaradásába. A folyamat azonban megállíthatatlan lett, és hamarosan 1989-ben novemberében leomlik a berlini fal. Ez már ugye egy másik történet, de minden esetre az a folyamat, ami a hidegháborúban elindult, majd többször is majdnem a valóságos háborúhoz elvezetett, a kommunizmus összeomlásával végképpen véget ér. A világ újra, vagy ha tetszik, egy korszakváltáson megy át, a kétpólusú világ megszűnik, az Egyesült Államok marad az egyetlen erős szuperhatalom. A nagy kérdés, hogy mi fog történni ezután, de ez már a jelenkorunknak a története. Köszönöm a figyelmet!